Jó napot kívánok! A Pécsi Napló szecessziós egykori szerkesztőség épülete és nyomdája védett. Ez műemlék. Ki van írva, az is rajta, hogy Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvény Társaságé volt, a mellette lévő kis házat háromszor olyan magasra akarják átépíteni, a Pécsi Napló házát pedig belül bővítenék úgy, hogy minden belső terét felosztják miszlikbe, valamifajta új érdek által vezérelve. A hely jellege, múltja arra kellene, hogy ösztönözze a beruházót és műemlékes tervezőjét, hogy kávéházat vagy valamiféle kulturális intézményt helyezzenek a saroképület földszintjére, de mindenféle más célra akarják hasznosítani. Az udvaron pedig elképesztően sűrű beépítés készül Pécs védett belvárosában, egy egész új lakótelep. 80 lakásnyi épület olyan helyen, ahova autóval alig lehet bemenni, olyan helyen, ahol úgysem tudnak a jogszabály előírásnak megfelelő mennyiségű parkolót építeni. Igaz, az elképesztő mennyiségű belvárosi új lakás létrehozásával lehet sok pénzt keresni. Ki tudja, hogy az építésügyi igazgatás és a műemlékvédelem úrrá lehet-e a helyzeten? Lehet-e egyszer fontosabb az érték, mint az érdek ebben az országban?